Ha te is szeretnél kiváló filmes, sorozatos, illetve videójátékos termékeket vásárolni, akkor mindenképp látogass el az xon.hu-ra, ahol a Geek City -Sz számos kedvezményhez juthatsz. Link a leírásban. A Joker-Szenomorfe jellegzetes és ritka hibrid volt, amely a Batman per Aliens 2 képregényben szerepelt. Ez a lény Joker Batman hírhet fő ellensége, és egy Xenomorph harcos keveréke volt, amelyet DNS összeolvasztással hoztak létre. Első és egyetlen megjelenése az 1997-es Batman per Aliens képregény folytatásában volt, viszont a rövid kis bevezetés után nézzük meg részletesebben a történetét. A Joker-szenomorf eredetét a Batman per Aliens 2-ben fették fel, amikor Gotham City-ben építő munkások felfedeztek egy lezárt páncéltermet. A páncélteremben, amely 1927 óta volt lezárva, egy fehér szenomorfot találtak. Ez a lényeg kísérlet eredményeként jött a világra, amely során az idegen DNS-ét emberi génekkel kombinálták, belértve az Arkham elmegyógyintézet fogvatartotjainak fogvatartottjainak génjét is, főként Jokerét. Catherine Fortune doktornő által vezetett genetikai kísérlet egy egyedülálló szenomorf változatot hozott létre, amely Joker tulajdonságaival volt átítatva. Emellett más méltó szenomorfok is megjelentek az árkám rabok alapján, például a gyilkoskrok szenomorf, a kétar szenomorf, sőt még egy madár ijesztő szenomorf is megjelent. A Joker szenomorf megjelenése feltűnően különbözött, mert éles fehér színe jellemzett szemben a tipikus sötét szenomorfokkal. Ez a vizuális eltérés hangsúlyozta a Joker kaotikus természetének és a félelmetes idegen vonásainak a kombinációját. A Joker szenomorf katonai ruhát viselt, és némileg hasonlított az Aliens Kononian Marine képregényekben szereplő hibrid bagmenekre. A lény Joker anarchikus és nyugtalanító lényegét ragadta meg, belértve a kísérteties, széles mosolyt, amelynek vörös ajkai Joker sajátjára emlékeztettek. A szenomorfoktól eltérően a Joker szenomorf nem rendelkezett belső szájjal, de emellett savas vére volt. A Joker szenomorf birtokolt egy képességet, amely elég ritka más szenomorfoknál savat tudott köpni a szájából. Ez tükrözte Joker saját hajlamát is, amikor a bűncselekményei során savat használt. Ez a savköpő képesség különösen veszélyesítette ezt a szenomors típust, mivel széleskörű pusztítást tudott vele okozni. A Joker szenomor beszélni is tudott, és megértette Catherine Fortune parancsait, ami egy másik jellemzője volt néhány hibrid szenomorfnak. Hasonlóan a Dr. Fortune által létrehozott többi hibridhez, a Joker morf képes volt emberi fegyvereket használni, de sosem kapott rá lehetőséget, hogy ezt megtegye. Batman és a Joker Szenomors közti találkozás csak rövid eleme volt a Batman per Aliens 2 képregénynek. A hibrid elleni küzdelemhez Batman egy mehruhát viselt, és egy titokzatos bázisra követte a lényeket. Nem sokkal később a sötét lovagot hátulról megtámadta a Joker Szenomors, de Batmannek sikerült fölénybe kerülnie azzal, hogy fejjel neki ment a lénynek, majd ledobta magáról. A Joker most ezután savköpő támadással válaszolt, de az nem találta a batman -t. A harcot egy számítógép monitorán figyelve Dr. Fortune utasította a többi lényt, hogy végezzenek betmennel. Egy másik hibrid lövést adott le Batmanre, de a sötét lovag elugrott előle, így a lövés véletlenül a Joker variáns találta el. A Xenomorph egy savvér tócsában felrobbant, amely eltalálta a hibrid fegyverét, aki őt meglötte. Ez volt a Joker Xenomorph végzete, és a többi hibriddel együtt Dr. Fortune-t is nem sokkal később legyőzték. Tehát összefoglalva a Joker Xenomorph egy ritka típus volt, amely a Batman per Aliens 2 képregényben szerepelt, és az Arkham elmegyógyintézet betegeinek DNS-éből alkották meg. Ő volt az egyik olyan ritka szenomorf, aki tudott beszélni, emellett ruhát viselt, és emberi fegyvereket is használtott, de ez nem sokban segítette őt. A szenomorfa a harcban hatástalannak bizonyult Batman ellen, és nem sokkal később el is pusztult. Batman élete során még néhányszor találkozott szenomorfokkal, de leginkább a Predátorok legyőzésére akik Gotham City-ben vadáztak rá. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp írjátok le, hogy ti mit gondoltok erről a Xenomorph típusról, szerintem nagyon érdekes, variáns és egyben egy őrült crossover, addig is komment, feliratkozás, megosztás, szuper köszönet minden, amit csak tudtok, tegyetek meg, legközelebb találkozunk, szevasztok!